Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Mi az igazság? Változások a makói fogorvosi ügyeletben. Magyaródon küzdöttek a Makó Búdó Klub tékvándósai. Tiszta vizet kívánt önteni a pohárba a Fidesz Magyar Polgári Szövetség makói szervezete a költségvetés körüli bonyodalmak kapcsán. Mucsi Tamás, a DK képviselője napok óta azt hangoztatja, hogy a városnak 2,3 milliárd forintos hiánya van. Miért merülhetett fel ez, és mi az igazság? Erre kaptunk választ egy tegnapi sajtótájékoztatón. Szirbus Gábor a kormánypárt helyi elnöke mondandóját azzal kezdte. Érdekesnek tartja, hogy Mucsi Tamást, a Demokratikus Koalíció makói képviselőjét, mennyire aggasztja az időskorúak utalványának felfüggesztésével kapcsolatos döntés. Hiszen az elmúlt 5 évben az önkormányzat mintegy 150 millió forintot fordított az idősekre. Korábban a Mucsi Tamás politikai családjához tartozó városvezetés ezzel szemben ilyen formában egyetlen forinttal sem támogatta őket. Cirbus továbbá hangsúlyozta, az, hogy Mucsi Tamás szerint 2,3 milliárdos hiánya van a városnak, ugyancsak felháborító kijelentés részéről, hiszen szándékosan figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a támogatások beérkezése az év különböző időszakaiban várható. Hozzátette, hogy a költségvetés kapcsán a legfontosabb, hogy a kiadás és a bevétel egyensúlyban legyen. Így azt ennek függvényében állították össze az idén is. Makóiak azt várják el a költségvetéssel kapcsolatban, hogy stabil legyen a városnak a gazdálkodása, és ne verje az önkormányzat hitelbe magát, úgy, mint azt láthattuk a Magyar Szocialista Párt által vezetett városvezetésnél is, hogy egy 5 milliárd forintos hitelállomány sikerült felhalmozni, melyet Magyarország kormánya fizetett ki 2014-ben, amikor is a miniszterelnök Orbán Viktor volt. Jelenleg a városnak nincs adósága, nincs hitele, stabil gazdálkodása van és stabil költségvetése van. Mágori András kiemelte, hogy a költségvetést alaposan megtervezték, és bár a kieső adókból eredő bevétel hiány miatt nem tudnak annyi nem kötelező támogatást vállalni, a lehetőségekhez képest ugyanúgy honorálni fognak minden társadalmi réteget. A makói szülészetnek például 30 millió forintos támogatást nyújtanak, illetve továbbra is fenntartják a 65 év felettiek szemétszállítási díjkedvezményét, ami mintegy 20 millió forint. Frakcióvezető hozzátette: Mucsi ezeket a tényeket meg sem hallja, neki egyetlen célja van, az a hisztériakeltés. Miközben számos téves információt juttat el a lakossághoz, köztük a polgármester kafetériájával kapcsolatosat. Megpróbálja belevenni a csúfot a mi áldozatkész munkánkba. A polgármester asszony áldozatkészségéről csak annyit, hogy amikor a kafetériának a lemondásáról beszélt, akkor annyit se tudott róla, hogy Farkasével már évek óta lemond róla, egy hátrányos helyzetű családok vagy tanulók javára, tehát olyan szinten gázolt bele a polgármester asszonyunk becsületébe, amiért, hogy én a helyében nagyon szégyellném magam, de lehet, hogy tovább is mennék, mikor nekünk javasolja azt, hogy esetleg oszlassuk fel ezt a testületet, ami pár hónappal ezelőtt majdnem kétharmaddal nyertünk el, vagy a többségünket, akkor esetleg neki kellene azon elgondolkozni, hogy ezek után mondjon le. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a fejlesztések az idén is folytatódni fognak, ugyanúgy, mint az elmúlt 5 esztendőben. Ezt Lázár János, a térség országgyűlési képviselője és Magyarország kormánya is támogatni fogja. Végezetül megjegyezték, semmi ok a pánikkeltésre, hiszen a költségvetésben a nem kötelező juttatások nem eltörlésre, csupán felfüggesztésre kerültek szeptember 30-áig. Idén februárban újjászervezték Makón a fogorvosi ügyeletet. A rendszert érintő legnagyobb változás, hogy most már valamennyi kistérségi lakos is igénybe veheti azt. Ennek oka az, hogy Makóváros önkormányzata mellett több település is vállalta a szolgáltatás finanszírozását. Ezentúl, ha valakinek problémája van, nem kell keresnie, hogy éppen melyik rendelőben ügyel a beosztás szerinti fogorvos. Az ellátás egy helyen, a Hollósi Kornélia utca 2/A épületben van. Tudtuk meg dr. Ákosi Ádám hatósági csoportvezetőtől. A rendelési idő az szombat, vasárnap, illetve a hétköznapra első ünnepnapokon 8-tól 10 órára változott. Fontos elmondani, hogy aki a rendelési időn belül, tehát 10 óráig odaér, azt az ellátást mindenképpen meg fogja kapni. Kiemelném még azt, hogy a fogorvosi ügyelet kiterjed a járási településekre is.
a kistérség település tagjai közül, akik vállalták a fogorvosi ügyelet finanszírozását, azon települések lakosságát ellátja az ügyeleti szolgáltató. Ennek tükrében a makuiak mellett Ambrózfalvi, Csanád Alberti, Ferencállási, Klárafalvi, Magyarcsanádi, Nagylaki, Nagyéri, Pitvarosi, Királyhegyesi, illetve Kövegyi lakosok is élhetnek a díjmentes ügyeleti rendszerrel. Fontos, hogy a paciensek érvényes személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával érkezzenek a helyszínre. Az ellátásért ezentúl egy külső cég, a Szegedi Heidi Dent Kft. Felel. Az ügyvezető dr. Udvardi Claudia Hédi kiemelte, akut sürgősségi esetek tudnak foglalkozni, esztétikai beavatkozásokkal nem. Magának a fognak a gyulladása, vagy esetleg a fogak körülötti szöveteknek a gyulladása, esetlegesen baleseti sérülések, bármi olyasmi, ami mondjuk ilyen bölcsesség fogak melletti gyulladása kapcsolatos, szárnyálkahártya gyulladással kapcsolatos megbetegedések. A fogszakorvos azt is hozzáfűzte, a szolgáltatást jelenleg 4 fogorvos látja el, de a jövőben lehetséges, hogy még 2 becsatlakoznak majd. Arra kérte a pacienseket, hogy a gyorsabb lefolyású ellátás érdekében azokat a papírokat, melyek az egészségi állapotukkal kapcsolatosak, legyen szó például az általuk használt gyógyszerek listájáról, hozzák magukkal. Rövid híreket láthatnak. A nőnaphoz közeledve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a virágkötők, virágkereskedő vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületével együttműködve készített virágpiaci körképet. A nőnap a legvirágosabb jeles napok közé tartozik, ilyenkor a virágüzletek átlagos napi forgalma megtöbbszöröződik. Ellentétben több más jeles alkalommal a nőnap a virágok tekintetében általában egynapos ünnep, azaz szinte mindenki március 8-án vásárol és ajándékoz virágot. A megelőző vagy az azt követő pár napban nem igazán. A tapasztalatok szerint ajándékozottanként jellemzően legalább 1000 forintért vásárolnak a férfiak, többségében hazai termesztésű fréziát, játszintot, nárciszt, illetve az örök klasszikus rózsát, gerberát, valamint szegfűt. A tavasz hírnökei a friss üdeszínek a jellemzőek, és sokan veszik az előre elkészített egyszálas díszeket vagy kis csokrokat, amikkel a virágosok is készülnek a várhatóan már péntek reggeltől kezdődő vásárlói rohamra. A vásárlók körében a legnépszerűbbek az egyszálas virágok és a kisebb csokrok, illetve a tavaszi hagymás cserepes virágok, melyekből a piaci keresletet nagymértékben el tudják látni a hazai termesztők. A kullancsok a jó idővel felélénkülnek, áprilisban, májusban, júniusban és szeptemberben aktívak, de az enyhe tél kedvezett az elszaporodásuknak. A magyarországi kullancsállomány lényegesen nagyobb, mint 10-15 éve, ami a talajmenti fagyok hiányával magyarázható. A kullancsoknál február végén, március elején elkezdődik a nagy tavaszi rajzás, amely augusztus közepéig tart, amikor is a kánikula elől pár hétre elvonulnak. Ezt követően megkezdődik egy kisebb lefutású őszi rajzás, amely november végéig tart. A bokros, zegzugos területeken kifejezetten jól érzik magukat. Minden második kullancs hordozhat az ember számára veszélyes kórokozót. Legismertebb megbetegedés a Lyme-kór és az agyvelőgyulladás. Több oltás beadásáról van szó a védettség kialakításához, ezért több hónappal a szezon megkezdése előtt érdemes beadatni. Amennyiben belénk csimpaszkodott a rovar, a legfontosabb, hogy időben és szakszerűen szabaduljunk meg tőle. Már január végén megkezdődött a bokroknak és több allergénfának a pollen kibocsátása. Az enyhébb időre való tekintettel egyre több virágpor került a légkörbe, azonban az eső mindezt most mérsékelte. Csongrád megyében múlt héten az átlagos pollen szint csökkent, viszont új fák kezdték meg virágporszórásukat. Dr. Bosnyákovics Tünde, a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője kiemelten ejtett szót az éger, a ciprus és a tiszafafélék pollenjeiről. A nagyon erősen allergén kőr is pollenje is jelen van a levegőben, fokozatosan emelkedő szinten. Csúcsértékét vasárnap érte el, 30 darab volt köbméterenként, és új pollenként megjelent az elmúlt héten a nyárfának a pollenje. Erre azt tudom mondani, hogy ez igen korai dátum, hogy a nyárfa pollenje már jelen van a levegőben. Közepes szinten nyitott, 20 darab volt köbméterenként, pénteken, szombaton nem tudtuk észlelni, viszont vasárnap ismét megjelent a levegőben, 7 darab volt köbméterenként, ez egy alacsony szintet jelent.
Hozzátette, az erősen allergén kőr is közepes szinten van jelen, míg a nyárfa jellemzően alacsony volt, azonban megjelent a héten a szilfa pollenje is a levegőben, amelyet szerencsére csak kismértékben mértek. Az esős idő enyhítette az előbb említett növények koncentrációját, azonban többeknél allergiás tünetek jelentkezhetnek, mint a duzzadt nyálkahártya, orrfolyás és viszketőszem, de akár okozhat kötőhártya gyulladást vagy ekcémaszerű megbetegedést is. Éppen ezért lényeges, hogy ezeket megfelelően kezeljük. Ma már számos gyógyszer kapható a tünetek enyhítésére, azonban mielőtt egy terméket alkalmazni kezdünk, kérjük ki az orvos vagy a gyógyszerész véleményét. Fontos tudomást venni a problémáról, illetve a ténylegesen megfelelő gyógyszerrel kezelni azt, mert ha nem így történik, akár komoly szövődmények is kialakulhatnak. Tudni kell azt, hogy azt az adott készítményt hány óránként és mennyi ideig lehet használni. A szemcseppeknél is nagyon fontos, hogy milyen készítményt használunk, tehát minden esetben konzultáljunk szakemberrel, és csak ezután kezeljük magunkat. Azoknak az embereknek a tüneteit, akinek már eleve van valamilyen légúti megbetegedése, például asztmás megbetegedése, a pollenek kifejezetten súlyosbítani tudják. Számukra nagyon fontos az, hogy már egy adott pollen megjelenése előtt számoljanak arra, hogy rosszabbul lesznek. A készenléti gyógyszereiket mindig hordják magukkal. Az allergiával küzdőknek egyébként ajánlott, hogy gyakrabban mossanak hajat és cseréljenek ágyneműt, ugyanis a pollenek könnyen megtapadnak a hajban, így lefekvés után a párnákra, onnan pedig az orrunkba kerülve válthatnak ki panaszokat. A pollenallergiás betegek az aktuális helyzetről a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán tudnak tájékozódni pollen-információ. Címen. A szezon az időjárás függvényében egészen november elejéig eltarthat majd. Éremhalommal tértek haza a hétvégén Mogyoródon megrendezésre kerülő magyar bajnokságról a Makó Buldó Klub tékvandó szakosztályának tagjai. A makóiak legidősebb versenyzője a 60 éves Ács Sándor volt. Az 51. ITF Tékvándó Magyar Bajnokságon 29 csapat több mint 300 versenyzője mérte összetudását. A kétnapos sporteseményen minden korcsoportnak formagyakorlatokat kellett bemutatnia, majd szabad küzdelemben erő és speciális törésben küzdöttek meg egymással a résztvevők. Gyakorlatilag ez egy válogató verseny Európa és világbajnokságra, tehát gyakorlatilag a krémje a versenyzőknek itt volt, Győrtől Batonyáig, Makó, Vásárhely, hogy a környéket is említsek. A makóiak 7 versenyzővel képviseltették magukat a rangos eseményen. Ebből a legeredményesebb versenyző Németi Zsófi volt. 3 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. Elmondta, 2 éve ifjúsági korcsoportban versenyzik, tehát van, hogy idősebbek ellen kell, hogy a tatamira lépjen. Mostani versenye azért is volt különleges, mert egy hódmezővásárhelyi és egy batonyai lánnyal csapatban is meg kellett méretetnie magát. A csapatküzdelemben voltak most sokkal erősebb is, meg sokkal magasabb és nehezebb súlyú lányok. Ott figyelni kellett, ott inkább technikázni kellett nekem, nem ott rá kellett menned, nem körre kellett menni az erőre, inkább csak lábbal próbáltam küzdeni. Ács Sándor kezdetben csak unokáit kísért el az edzésekre, de 3 éve ő is magárőlti heti rendszerességgel a sportruházatot. A magyar bajnokságon szintén képviseltette magát, méghozzá csak makóiakból álló férfi felnőtt erőtörő csapatban, ahol ő volt a legidősebb tag. Az együttes 3. helyezést ért el. 5 voltunk, és 5 különböző ütésgyakorlat, illetve rugásgyakorlatok vannak. Minden ágyunknak volt 1 megadott gyakorlat, és azt kellett véghez vinni. Akinek sikerült, sikerült, akinek nem, de hát tulajdonképpen egy csapat voltunk, és úgy voltunk egy egészek. A tékvándó szakosztály tagjai nem pihennek sokat. Most hétvégén Szegeden 5 vizsgát fognak tenni. Március 14-én pedig Batonyán egy barátságos kupán lesznek majd részt. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Mi az igazság? Változások a makói fogorvosi ügyeletben. Mogyoródon küzdöttek a Makó Buldó Klub tékvándósai.
Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el a Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd műsorra tűztük a Heti Reakció című magazinunkat. Később megtekinthetik a Ki szívét osztja szét című jótékonysági gálaműsort, de felelevenítjük önöknek a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola szalagavatóbáját is. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó. Legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!